Kedves nézőink, Nagy László születésének 90. évfordulójára emlékeztek az irodalomkedvelők július 18-án Iszkázon. A következőkben erre a rendezvényre látogathatnak el velünk. Édesapja születésének 90. évfordulója alkalmából ismét megtelt az iszkázi udvar élettel. Egy emléknapot szerveztek közösen. Milyen programokból, milyen műsorszámokból állt ez az emléknap? Két kedves ismerősöm jelent itt meg, akikre ezt az egész napot alapoztam. Az egyik Liszi Melinda művésznő, a Jókai Színház színésze, másik pedig Szokolai Dongó Balázs, a hagyományos magyar és nem magyar fúvósoknak a mestere vagy művésze, elegészen az improvizációs jazzig. Hát ez, kérem szépen, nagyon megy Nagy László költészetéhez, aki tényleg, ahogy a Dudanóta mondja, pokolra kell annak menni. Nos, ez az emléknap azonban a születésről szól minden évben, az életet ünnepeljük, és ünnepeljük azt a 90 évet, amiből neki csak 53 adatot, de azt az 53-at úgy élte meg, hogy az páratlan. Én igyekeztem ezt a mai műsort ennek az életpálya, ehhez az életpályához hűségesen összeállítani. Tehát a nagy életpálya görbén azokat a pontokat költészetében megtalálni, ami őt jellemzi, és a költészetét úgy, hogy a költészetét úgy emeljük föl, hogy abban őt megünnepeljük. Nagy László születésének 90. évfordulója alkalmából a különböző kiadók, a különböző verset szerető, akár magánszemélyek, akár kiadók, hogyan ünneplik a költőt? Hát van, aki sehogy, de van, aki örömmel, és köszönet nékik. Gondolok a Magyar Naplóra, gondolok a Napkiadóra. A Magyar Napló most adta ki a Csodafiú Szarvas kötetet, ami 30-valahány év óta nem jelent meg, fiataloknak állította össze, van annak idején Kormos István. Ez most egy kicsit bővítve és teljesen új köntösben jelenik meg. Nagy László képeit használtam montázsul illusztrációként. A Napkiadó pedig az idén kiadta Vasi Géza Nagy László monográfiáját. Nagy László ugye elég sok monográfusa van, a repertórium is nagyon gazdag, de hát Vasit is azok mellett emlegethetjük, akik kitettek magukért, hogy úgy mondjam. Görömbei András mellett, Jánosi Zoltán mellett, és még sorolhatnék sok más irodalmárt. Köszönet egyébként az idén itt beszédet mondó Szent Márton Jánosnak, az Írószövetség elnökének, aki ezt a témát igen komolyan körüljárta a beszédében. És hát a Napkiadó. Napkiadó Ág Istvánnak az életművét gondozza igen komolyan és minőségi könyveket állít ki. Nagy Lászlóhoz is hűséges tulajdonképpen, hiszen annak idején a Havondelelő szivárvány kötetet a Nagy Lászlóval foglalkozó pályatársak és irodalmárok cikkeiből készült könyvet ez a kiadó gondozta.
és újabb hasonló készül, és ezzel nincs még vége az idei Nagy Lászlóval kapcsolatos könyveknek. A Napkiadó az irodalmi magazin sorozatából az egyik nagy illusztratív számot Nagy Lászlónak szenteli. Ez valamikor az ősszel jelenik meg. Térjünk egy kicsit vissza az Iszkázi szülői házra. Ennek azt gondolom, hogy különleges atmoszférája, különleges hangulata van. Nagyon sokan szeretnek ide eljönni, művészek, akár zenészek, akár színészek verseket mondani. Mindenkit megfog ez a hangulat, ami itt van. Az év hátralévő részében milyen programok, milyen események lesznek, amikre majd várják a költészet szerelmeseit? A költészet szerelmeseit elsősorban ez az építész hallgatói tábor várja, de hát nyitottak vagyunk minden kezdeményezésre. Befogadtunk váratlanul jelentkező színjátszó csoportot, és az év befejező részében én egy pásztorolást szeretnék itt tartani. Tavaly regőlés volt, az idén hat pásztoroljunk egyet. Ó, csillagos ég! Verméből az ember kiénekel, ahogy a zordabb szerelmet az eget is úgy fedezi fel. Ez az ég nem a régi. Mást mond nekem a millió fényrózsa. E nyúzott földhöz megszűnt a dekoráció. Ez a csillagos ég félelmesíti a gondolatot. Gyatra itt minden elhagyatott. Rend van ott, zajtalan egység. Lenn büszke a fejetlenség, lenn, ami volna végtelen, megeszik a mesdjék. Hitem, szigorú elveim hirdeti fénnyel az ég. Terveim rám letüzelnek, hogy a mákszem szívet a szép lehetetlentől elijesszék. De nekem a föld még verem, s lesz is, míg beiszapolhat vér, s veríték. Addig a félelmes ég menedék. A Nagy László emléknapon Liszi Melindával közösen egy különleges műsort láthatott a közönség, különleges verses zenés műsort. Mennyire volt ez megtervezett, vagy mennyire volt ez egy spontán műsor? Megtervezett volt. Kaptunk egy listát, hogy milyen versek hangozzanak el. És aztán utána mi is terveztünk még rajta, Melindával közösen egyeztettünk, hogy akkor melyik vers alá zenélek, melyik közé, ide-oda, így, ugyanúgy, és aztán a végén valahogy fölborult a sorrend, úgyhogy volt benne improvizáció is, de az volt benne az érdekes, hogy működött. Tehát jött, volt olyan rész, hogy másik vers kezdődött el, mint a forgatókönyvben volt, és akkor becsuktam a szemem, hallgattam a szöveget, és arra kezdtem el improvizálni, és akkor úgy született meg a zeneszám. Tehát mind tervezett is volt, meg improvizatív is volt. Nagy Lászlóhoz közel állt a népzene, nem csak a magyar népzene, hanem környező népek zenéje is. Ezekből a dallamvilágokból állt össze a zenei része ennek a műsornak? Igen, végülis erdélyi dallamok, magyar pásztor, tehát kismagyarországi pásztor dallamok, volt egy-két saját kompozíció, például a Döng a Föld volt egy ilyen vers, és akkor nekem van egy hasonló kompozícióm, aminek végig is ez lehetne a munka címe is, még igazából nincs címe, és akkor így az eszembe jutott, hogy akkor az megy. Tehát, hogy népzenei, mindenképpen ilyen népzenei népzene, illetve népzenei ihletésű számok. És különböző hangszerek szólaltak meg a műsorban, mindegyik népi hangszer. Miket kell ezekről a hangszerekről tudni? Mennyire autentikus hangszerek? Hát, hogy mi az autentikus, azt nagyon nehéz megmondani, mert hogyha egy néprajzos valamit lerajzol 1910-be, és akkor ugyanazt a pásztorembert megtaláljuk 1950-be, akkor óriási különbséget találunk. Tehát, de ezek a, tehát hogy nagyon nehéz megmondani, mi az autentikus. Az-e az autentikus, hogy egy hűvös másolata az eredeti tárgynak, vagy pedig maga az alkotási módszereknek az elsajátítása, a hangszer fejlesztés is maga a folyamat is lehet autentikus szerintem, ez az én magánvéleményem. Nem biztos, hogy a néprajztudósok ezzel egyetértenek, de ezek egyébként autentikus hangszerek, erdélyi pásztorfurúja, volt somogyi hosszúfurúja, és hát a tárogató, mint magyar építésű hangszer.
És itt a nap vége felé megszólalt a Duda is. Erről milyen ismereteket kell tudni? Hát ezelőtt 100-150 évvel nagyon sok dudás rohangászott itt az országban. A gyerekeknek, amikor beszélek, akkor ők mindig meglátják és felsikoltanak a Skót Duda, és akkor mondom nekik, hogy hát ez nem egy magyar Duda. Bartók Béla kedvenc hangszere volt, és valamikor ez volt a diszkózene. Tehát ez a pásztorok kezén fennmaradt, de hát valamikor akár a király udvarba, akár tényleg a mezőn a pásztorok között létezhetett ez a hangszer. Templomok ábrázolásán látjuk Európa szerte. Ez a magyar duda, amin én játszottam itt most. Ez végül is ezt pásztoroktól gyűjtötték be Bartókék, meg a 50-es, 60-as években néprajzosok, és hát mi bementünk a Néprajzi Múzeumba, és ott lemásolgatta ezt a táncházmozgalom, és hát most új, van egy új áéledése ennek a hangszernek. Említette, hogy vannak saját kompozíciói, amik népzenei ihletésűek. Mennyire volt Nagy László verse is egy ilyen ihletés? Mennyire találkozik az ön művészetében Nagy László költészete és a népzene? Hát éppen már így vers megzenésítéssel is szoktam foglalkozni. Ez lassan halad, tehát hogy jön egy szöveg, és akkor úgy az emberre beívódik, és egyszer csak kipattan egy dallam, hát én nálam ez így megy. És mindig is szerettem Nagy Lászlót, tehát elbűvölnek a képei, a gondolatai, a ritmikája, tehát érződik, hogy ő nála fontos lehetett a népművészet, ezt úgy lehet érezni. Maga az emlékház mennyire korhű, illetve mennyire nyerte meg az ön tetszését? Hát megnyerte a tetszésemet, hát már maga a tudat, hogy innen jön egy ilyen nagy művészeti alkotássorozat, amit ő létrehozott. Én nekem van egy hasonló házam Békés megyében, Tóth Komlóson, tehát én ilyen parasztház rajongó vagyok, úgyhogy én ezt teljesen látom itt, hogy milyen munka van ebbe benne, meg hogy eredeti anyagokból szépen meg van csinálva, tehát abszolút tetszik a hely, tetszenek a kis ablakok, teljesen megnyerte a tetszésemet, így mondom. Térjünk egy kicsit vissza erre a mostani műsorra. Hogy látta, mennyire vette a közönség ezeket a dallamokat, illetve a verseket, amik elhangzottak Melinda szájából? Én úgy érzem, hogy vette. Tehát én éreztem a figyelmet. Melinda úgy adagolta a képeket, a gondolatokat, hogy az jól követhető volt. Tehát éppen nem olyan rég voltam egy kiállításon, ahol szövegeket olvasott fel egy színész, és olyan rosszul, és a kedvenc szövegeimet, és olyan rosszul olvasta, hogy fájt. Úgyhogy most ez kiegyenesedett, mert itt ez most nagyon, nagyon jól esett hallgatni. Tehát én végig tudtam követni, élvezni a verseket, és még így beengedni, hogy akkor hassanak rám, és a szerint módosít csak az elképzelésem, mert én éreztem a közönség figyelmét. Yeah.